Köszöntöm Önöket, ez a Világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Előzetes bejelentés nélkül Kabulba repül Jim Mattis. Az amerikai védelmi miniszter a NATO főtitkár társaságában érkezett az afgán fővárosba. Beszámolók szerint a helyi vezetéssel elsősorban a Donald Trump által még a múlt hónapban bejelentett új afganisztáni amerikai stratégiáról egyeztetnek. A külföldi küldöttség érkezését súlyos biztonsági incidens kísérte. Néhány órával a gép landolását követően több kisebb rakétát lőttek ki a kabuli reptér környékére. Indiában is az afgán helyzetről tárgyal az amerikai védelmi miniszter, aki jelenleg ázsiai körúton tartózkodik a térségben. Kapcsolataink erősítésén dolgozunk, a régióban erős partnerségen alapuló, széleskörű együttműködést szeretnénk. Nagyra értékeljük például India fontos szerepvállalását Afganisztánban, és bízunk abban, hogy a jövőben fokozott erőfeszítéseket fognak tenni az afgán demokrácia, biztonság és stabilitás érdekében, fogalmazott Mattis Új-Delhiben. A tárca vezető szerdán Afganisztánba repült, Kabulban súlyos biztonsági incidens kísérte érkezését. Az afgán főváros repterénél, illetve annak környékén több kisebb rakéta robbant fel alig néhány órával Mattis gépének landolása után. A támadás szakértők szerint azért is meglepő, mert Mattis utazását előzetesen nem jelentették be, áldozatokról egyébként nem tudni. Afganisztánban a NATO főtitkár is elkísérte az amerikai védelmi minisztert, a két katonai vezető a tervek szerint az afgán államfővel is tárgyalást folytat. A megbeszélések témája várhatóan az új amerikai stratégia lesz, amit még augusztusban jelentett be Donald Trump. Mattis a közelmúltban közölte, újabb 3000 katonát vezényelnek Afganisztánba a tálibok intenzívebb támadásai miatt. Kabul részéről alapvetően kedvezően fogadták az amerikai elképzeléseket és a Trump által felvázolt új stratégiai irányvonalat is. Hidat vert az orosz hadsereg az Eufrates folyón. A haderő célja az, hogy gyorsabban tudjanak csapatokat és utánpótlást átjuttatni a folyó túlpartján álló Deir al-Zor ostromához. Moszkvai illetékesek szerint a létesítményt kevesebb, mint 48 óra alatt húzták fel, pedig az építésben résztvevőket az iszlamista erők folyamatosan tűz alatt tartották. A tervek szerint 8000 jármű kelhet át a hídon, amelyen nem csak lőszerek és katonák, de humanitárius segélyszállítmányok is átjuthatnak az ostrom alatt álló városba. A bagdadi miniszterelnök megfenyegette a kurdokat, hogy 3 napon belül adják át az erbili reptér ellenőrzését, valamint engedjék be az iraki szövetséges rendőröket a kurd területekre. Amennyiben ezt Massoud Barzani elnök nem teszi meg, úgy péntek este után az összes nemzetközi járatra repülési tilalmat rendel el Bagdad a kurd területeken. Kurdisztánban hétfőn tartottak népszavazást a függetlenségről, és bár még nincs végeredmény, már lehet tudni, hogy a szavazók több mint 90%-a az igenek mellett döntött. Erbilből Novák András tudósít. Lana Zangana Kurdisztán egyik leghíresebb énekesnője egy külön videóklipet készített a függetlenségi referendumra. Lana azt mondta, hogy egész életében arra várt, hogy független állam legyen Kurdisztán. Azt szerettem volna kifejezni, hogy saját kultúránk van, és mi ezért élünk. Boldogok vagyunk, mert mi magunk dönthettünk végre a sorsunkról. A referendumon a saját jogainkat követeljük, erről szól a dal. A kurdok mögött nagyon nehéz évtizedek állnak, a szomszédos országoknak pedig meg kell érteniük, hogy végre szeretnénk egy saját országot, mondta az énekesnő. Közben az utcán ünnepelni kezdtek az emberek, autókkal és zászlókkal szerveztek felvonulást. A referendum miatt politikai oldalról is egyre többen támadják a kurdokat. Törökország betiltotta a kurd tévéadókat, Irán pedig fél órára lezárta a határokat. A bagdadi miniszterelnök pedig az erbili reptér irányításának azonnali átadását követeli Barzani elnöktől. Nekünk tárgyalnunk kell Bagdaddal, ez a legfontosabb most, ezt szeretnénk folytatni. A függetlenség felé haladunk, bármi is történik, de csak is békés megoldásban gondolkodhatunk, mondta a kurd kormány kabinett főnöke. Ha Bagdad valóban lezárja az erbili repteret, ez naponta 20 000 utast jelent, akik nem tudnak felszállni, vagy innen elrepülni, vagy pedig idejönni. Ezért szakértők azt mondják, hogy nagy valószínűséggel Abadi miniszterelnök csak fenyegetőzik a légtérzárral. Úgy tudjuk, hogy a következő 2 napban több tárgyalás is lesz majd Erbil és Bagdad között. Ezután derül majd ki véglegesen, hogy az iraki vezetés milyen szankciókat vezet majd be a kurdok ellen. Közben lassabban halad a függetlenségi szavazatok számolása, mint tervezték. 48 óra alatt mindössze a voksok 1/3-át összesítették, de azt már lehet tudni, hogy nagy többséggel az igenek nyertek.
Nők is vezethetnek autót Szaúd-Arábiában. A nőket érintő tiltást az ország királya oldotta fel, ezzel pedig egy évtizedes küzdelemnek lett vége a vezetés és a nőjogi aktivisták között. Az intézkedést üdvözölték a világ vezetői is, bár rengeteg a nőket diszkrimináló törvény maradt érvényben továbbra is. Az intézkedés 2018 nyarán lép majd életbe. Giving women the right to drive. Nem fogadta olyan kitörő öröm Szaúd-Arábia bejelentését az ENSZ-ben, ahogy az ország nagykövete szerette volna. Ez egy történelmi nap a szaúdi társadalomnak, és végre kijelenthetjük, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is egyaránt, mondta az ENSZ nagykövet, miután bejelentette, mostantól a nők is vezethetnek autót. A szaúdi király intézkedése évtizedes tradíciónak vett véget. A világon ugyanis egyedül itt tiltották meg a nőknek, hogy volán mögé üljenek. Mostantól azonban ők is szerezhetnek jogosítványt és vezethetnek. Sőt, azt is bejelentették, nem kell majd engedélyt kérniük férfiaktól, és oda mehetnek autóikkal, ahová csak akarnak. A szaúdi családok eddig úgy oldották meg napi teendőiket, hogy a nők mellé sofőröket fogadtak, főként Dél-Kelet-Ázsiából, akiknek szállást, ellátást és biztosítást adtak. A rendelkezés után ezért nem tudni, hogy mi lesz a sorsa annak a körülbelül 800 ezer férfinak, akik ebből éltek Szaúd-Arábiában. A vezetési jog megszerzésért évtizedek óta tüntettek nőjogi aktivisták, többeket börtönbe zártak, amiért vezettek, sokan pedig az internetre töltöttek fel videókat, amelyeken autókban ülnek. Végül az elmúlt években már a királyi család több tagja is a tiltás feloldása mellett kampányolt. Az aktivisták óriási sikernek tartják a bejelentést. Egyikük Twitterén azt írta, Szaúd-Arábia sose lesz többé ugyanolyan, az eső egyetlen cseppel kezdődik. A döntést üdvözölték a világ vezetői is. Az Egyesült Államok kormánya úgy reagált, ez egy nagy lépés egy jó irányba. A közösségi portálokon hamar elterjedt a Szaúdi nők vezethetnek hashtag, de ezzel egy időben a nők az én házamban nem vezetnek is. A konzervatív lakosság azzal vádolja a kormányt, hogy eltorzítják a Korán parancsolatait. Az iszlám szülőhazájának tekintett királyságot régóta kritizálják szigorú vahabita vallási törvényei miatt, amelyek alapvető eleme a nemi diszkrimináció. A szaúdi nőknek most ugyan egy akadályt sikerült legyőzniük, az általános szegregáció és a szigorú öltözködési szabályok mentén azonban a nők továbbra sem lesznek majd a társadalom teljes értékű tagjai. Tagállamként csatlakozik az Interpolhoz a palesztin hatóság. A bűnügyi rendőrség nemzetközi szervezetének közgyűlése titkos szavazással döntött erről. Izrael és az Egyesült Államok ellenezte a döntést, és szerették volna elhalasztani a szavazást egy évvel. Jeruzsálem azzal érvelt, hogy palesztin állam nem létezik, ezért tagállam sem lehet. Médiaforrások szerint attól félnek, hogy az Interpolon keresztül olyan fontos információk kerülhetnek a Hamasz és a Fatah kezébe, amelyek Izrael számára kényesek. A szervezeten keresztül a palesztinok pedig akár izraeli vezetők ellen adhatnak ki körözést. Az Interpol nem fogadta el az érveket, és a közgyűlés 75%-ának támogatásával felvette a palesztin hatóságot tagállamai közé. Újabb rendhagyó tüntetést tartottak kedd éjjel a katalán függetlenségről szóló népszavazás támogatói az elszakadni kívánó spanyol tartományban. Barcelona utcái ismét edénycsörömpöléstől voltak hangosak. Ilyen számos lakásban és házban verték össze a fazekakat az ellenállás jeleként az ott élők. A kedd éjjeli láthatatlan, de hangos tiltakozás már a sokadik volt. Az első ilyet akkor tartották, amikor a spanyol hatóságok katalán kormányzati épületekben raziáztak, és több hivatalnokot is őrizetbe vettek azért, mert részt vettek a Madrid által alkotmányellenesnek bélyegzett népszavazás előkészítésében. Megkezdték a mexikói határa tervezett fal prototípusainak építését és tesztelését az Egyesült Államokban. Donald Trump amerikai elnök még választási kampányában tett ígéretet a határfal megépítésére. Különböző típusú határfalakkal kísérleteznek San Diegóban, hogy végül a legjobbat építsék majd fel az Egyesült Államok és Mexikó határán. Négyet betonból építenek, további négyet pedig más, még meg nem nevezett anyagból. Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a határbiztonságot és bevándorlási helyzetet javító elnöki rendelet megvalósításában. Ez egyebek mellett előírta a belbiztonsági minisztériumnak, hogy tervezzen és építsen falat a déli határra. Most 8 prototípus építése kezdődött meg, mondta a határőrség ideiglenes parancsnoka. A prototípusokat építő 4 vállalat kiválasztásáról a kormány múlt hónapban adott hírt. Az általuk felhúzott falak 9 méter magasak lesznek. Építésük és tesztelésük várhatóan 30 napig tart,
a helyszínen pedig tüntetések várhatók. Arra esküdtünk, hogy megvédjük az alkotmányt, amelynek első kiegészítése garantálja a véleményszabadságot. Tiltakozásokra számítunk, és mindent megteszünk, hogy biztosítsuk rájuk a lehetőséget, és fenntartsuk a törvényes rendet a határon. A prototípusok építésére és tesztelésére magáncégeket kértünk fel. A határfal szakértők szerint 22 milliárd dollárba kerülhet, megépítése pedig 3 évnél is tovább tarthat majd. A költségeket egyelőre amerikai költségvetésből fedezik, mert Donald Trump amerikai elnök nem tudja kifizettetni azokat Mexikóval. 5 év börtönre ítélte a táj legfelsőbb bírósága az ország korábbi miniszterelnökét, Yingluck Shinawatrát. A vád szerint a politikus rosszul gazdálkodott és milliárdos károkat okozott az országnak. A bíróság az egykori miniszterelnök távollétében mondta ki az ítéletet. A politikus a katonai rezsimtől való félelmében már az előző hónapban külföldre távozott. Yingluckot 2014-ben egy katonai puccs során buktatták meg, akkor pár napra letartóztatták, majd elengedték. Robbanássorozat történt egy katonai lőszerraktárban Ukrajna középső részén, a fővárostól Kijevtől 250 kilométerre. A robbanások kedd este kezdődtek és szerdán is folytatódtak, egy ember megsérült. A 60 hektáros telepen 188 ezer tonna lőszer volt. A hatóságok kiürítették a közeli Klanivokka városát és a környező falvakat. Az ukrán miniszterelnök a térségbe sietve azt mondta, külföldi tényezők állhatnak az incidens hátterében. Idén már ez volt a harmadik hasonló eset Ukrajnában. Sorozatban 9. alkalommal választotta a világ legversenyképesebb országának Svájcot a Világgazdasági Fórum. A Davoszi Világgazdasági Csúcs találkozókat szervező svájci székhelyű alapítvány 2004 óta minden évben versenyképességi rangsort készít a világ országairól. 12 tényezőt vesz figyelembe, köztük az infrastruktúrát, az egészségügy és oktatás helyzetét, a piac méretét, illetve az intézményi és makrogazdasági környezetet. Ahogy az elmúlt években, úgy idén sem tudták letaszítani Svájcot a globális versenyképességi ranglista első helyéről. Az ország utoljára 2008-ban volt második helyezett, amikor az Egyesült Államok megelőzte. Azóta szilárdan őrzi vezető pozícióját. Svájc versenyképességének lényege innovációs kapacitása. Kis területe ellenére a globális innováció hajtómotorja a világ legjobb kutatóközpontjaival. Munkaerőpiaca rugalmas és vonza a külföldi tehetségeket. Erős innovációs környezetének lényege a humán tőke. Élen jár a tehetségek képzésében, megtartásában és átcsoportosításában, mondta egy szakértő. Idén februárban a svájciak népszavazáson úgy döntöttek, megkönnyítik a bevándorlók harmadik nemzedékének honosítását. 2016-ban pedig elutasították annak a törvénynek a szigorítását, amely lehetővé tenni a bűncselekményt elkövető külföldiek automatikus kiutasítását. Már mindenféle kérdésről népszavazást tartanak, de némelyik veszélyes lehet Svájc gazdasági jólétére. Legalábbis azok, amelyek a befelé fordulást, bezárkózást sürgetik, korlátoznák a munkaerő szabad mozgását és kivonnák az országot a globalizációból. A legjobb külföldi tehetségek nélkül Svájc nem tudná fenntartani versenyképességét. A globális versenyképességi ranglista első 10 helyezettje közé idén is azok kerültek be, mint tavaly, de a sorrendjük némileg változott. Az Egyesült Államok Szingapúrt megelőzve második lett. Hongkong 3 helyet javítva a 6. lett, Japán pedig a 9. helyre zuhant vissza. Vulkáni hamu és füst szabadul fel Indonéziában a Bali keleti részén lévő Agung tűzhányóból. A katasztrófavédelmi hivatal egyik illetékese szerint a hegy környékén a földrengések gyakorisága csökkent, erejük viszont nőtt. A hatóságok a kráter körüli 12 kilométeres körzetben evakuálták a lakosságot. Már több mint 75 ezer ember volt kénytelen elhagyni otthonát. A tűzhány utoljára 1963-ban tört ki, több mint 1000 ember halálát okozva. A kanyon tüzenévre keresztelt erdőtűz pusztít Kaliforniában. A 800 hektárnyi tűz miatt 1500 embert kellett kitelepíteni Corona nevű város határából. A tüzek nem terjedtek ki lakóterületre, de a helyi hatóságok szükségállapotot rendeltek el.
Idén eddig 48 ezer erdőtüzet kellett megfékezni az Egyesült Államokban, és már több mint 3 millió hektárnyi földterület égett le, ami duplája a tavalyi adatoknak. Csak Kaliforniában 2 millió embert veszélyeztetnek az erdőtüzek. És ezek voltak a világhíradó hírei, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a folytatásban is, viszontlátásra!